Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban több megközelítésből is foglalkozunk nézőink kéréseivel, kérdéseivel, illetve jelzéseivel. Első beszélgetésünk gyakorlatilag a madarak urbanizációjáról szól. Szerkesztőségünket keresték meg azzal a jelzéssel, hogy a keleti városrészben több helyen is beköltöznek a madarak a panelházak falazatába vájt mélyedésekbe. Legutóbb a fecskékkel kapcsolatos kérdésekben, ezúttal pedig a madarak úgynevezett urbanizációja témakörében volt segítségünk Rebbenedek Miklós, a Kánkároly Környezetvédelmi Egyesület elnöke. Most ugye tavaszi időszak van, korábban is jött a tavasz, és visszaértek a, a fakopáncsok. Ezek a fakopáncsok, ezek vándorló madarak, Magyarországon nyolc fajuk él, és, és odukba rakják le a tojásaikat, hat-nyolc tojást, mindegyik fakopáncs hozzáteszem itt az elején, védett. A, a fakopáncsok nem azért jönnek a... Az épületeknek az oldalát bontogatni, mivel az embereknek rosszat szeretnének, hanem érzik azt, hogy ha hihetetlen erős csőrükkel, nagyon erős nyakizmukkal pillanatok alatt ki tudják válni azt, a, azt az nagyságot, ahova a tojásaikat lerakják, és abban a pillanatban, lerakják a tojásokat, elkezdik a költést, felváltva, rengeteg rovart pusztítanak. Tehát mindenki hadhatós intéz, vagy hadhatós intézkedést nem tudunk foganatosítani ellenük. Abban az egy esetben tudnánk, hogyha olyan anyagokkal vonnák be a házak oldalát, amelybe ezek a fakopáncsok nem tudnának megkapaszkodni. Ugye ezek a fakopáncsok ugye azért tudnak itt megkapaszkodni, mert hihetetlen erős lábuk van, illetve erős karmos lábuk van, mivel a fák oldalán cikáznak jobbra-balra, és olyan a lábuk, hogy olyan a lábuk, hogy kettő újuk elől van, kettő meg hátul, tehát meg tudják magukat támasztani, és az, hogy még biztonságosabb legyen a helyzetük, a kemény, erős farok tollaikkal kitámasztják magukat, és utána kezdik ezeket az üregeket ö, kialakítani, amiben nem igazán tesznek tollat, semmit se, beleteszik a tojásokat, a tojásokból kikelnek pár ö, hét után, nem is kell sok idő, a, a kis fakopáncsok, etetik őket nagyon szorgalmasan, tehát nagyon hasznos állatok. És abban a pillanatban az egy érdekes dolog, amikor ezek a, ezek a kis állatok, ezek a kis, ö, még egészen gyerekek már tudnak, ki tudnak menni a fészekből, akkor a szülők, az anyjuk meg az apjuk egyszerűen kizavarja őket. Vége az életnek, vége a vitának, és utána ők mennek tovább, és ők meg, megcsinálják a saját életüket. Na most a falkopáncsok, ö, itt a, nem csak nagy, nagy Kanizsán, hanem az országban rengeteg helyen ezekben a ö, különböző szigeteli anyagokkal le, leborított házfalakba ö, válnak ki másfél-két, öt centi nagyságú, különböző lukakat, és ezekbe a kis odúkba ebbe teszik bele a tojásaikat. Ö, két, két olyan dolog van, ami ami amit nem tudnak kivédeni, az egyik ez a nikocel, a másik a hungarocel, ez a két anyag, amelyet ők hihetetlen gyorsan meg tudnak, föl tudnak dolgozni. De hát, hogyha megnézzük a fákat, a, kiválogatják az udvas fákat, az odvasfákban is hihetetlen gyorsasággal megcsinálják az odukat, vagy pedig elhagyott mókusodúba teszik bele a tojásaikat. Tehát mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy ezek az állatok védett állatok, az összes nagyon sok hasznot hoznak, sajnos ők ezt ösztönösen csinálják, idézelbe ösztönösen csinálják, nem azért, mert az embernek rosszat akarnak, vagy szét akarják bontani a házakat, hanem egy ilyen mellékhatása van, de a, az építők, az építetők azt javasolják, illetve a Madártani Egyesület is, Magyar Madártani és, és Környezetvédelmi Egyesület azt javasolja, hogy olyan borítóval lássák el ezeket a falakat, amelyen nem tudnak megkapaszkodni ezek a fakopáncsok, tehát nagyon sima legyen, simára legyék le, és ne érdes, mert az érdesen az a, abban a pillanatban meg tudnak kapaszkodni, és már, már bontják is a, a, a falat, és építik a fészkeiket. Mindenképpen érdemes globálisabban is megközelíteni a kérdést, ugyanis nem csupán a fakopáncsok élnek az ember közvetlen közelében. Érdekes lehet megvizsgálni azt, hogy mennyire elterjedt jelenség az utóbbi években, évtizedekben, hogy a madarak nem erdő mezőn, hanem inkább a városban, a lakott területen élnek, költenek ennek egy nagyon logikus magyarázata van, valóban a galambok is nagy mennyiségben ellepik a városokat. Az egyik dolog azért lepik el a városokat, mert az emberek passzióból etetik őket, leülnek a padra, és olyan, olyan aranyosak a galambok, mikor ott ülnek a padon, az emberek beszélgetnek a világ nagy dolgairól, és közben dobálják el a a kenyérdarabokat vagy zsemledarabokat, jönnek a galambok, azok ott turbékolnak, és meg elfogyasszák ezt. Egyértelmű, a galamboknak a, a bejövetele és a térfoga, térhódítása az a táplálék miatt van. De ezt mondhatnánk ugyanígy a vetési varjaktól is. A vetési varjok is azért jönnek be a város közelébe, mert van, vagy van a város közelében olyan telep, ahol találnak maguknak, akár legyen egy, egy szeméttelepről beszélek, vagy legyen egy, -egy magtár, ahol rendszeresen megfordulnak nagy teherautók, illetve vasúti kocsik, amelyekből óhatatlanul kipogy vagy kukorica, vagy különböző más szemes takarmány, és ezek egyértelműen oda vonzák az, ezeket az állatokat. Most a, a vetési varjak is hatalmas nagy vircsaftot csinál a sétakertbe, mert ö, építik a fészkeiket, ö, 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 vigyáznak, hogy minél, minél magasra tegyék a fészkeket, és minél több élelmiszerhez jussanak. Meglesznek a kis varjak, akkor azok szépen abba hagyják ezt a nagy ordítozást, és elmennek, kimennek a szántóföldre, és ott ö, találják meg a, a táplálékukat, mert így gyakorlatilag le van teljesen tisztítva a, a, a járdák, le vannak tisztítva, idézőjelben, tehát nem úgy, mint tavasszal, így sok jobban lehet látni, hogy mit holdobálnak el az emberek, és hát ez a madarak sétálnak, mind a nagy fekete gabátos emberek, varázslók, és szedik össze az összes ennivalót. Tehát valójában hasznot is csinálnak, igaz, akkor igaz az a másik az, hogy hogy mivel anyagcseréjük elégen élénk, hát a madaraknak nagyon élénk az anyagcseréjük, természetesen ennek van egy mellékhatása, és ennek senki sem erül. Nagyon sok ismerősön van, akinek a, a második, harmadik emeleten egyszerűen alig tudja elzavarni a galambokat, mert a galambok oda beköltöznek, és abban a pillanatban, amikor beköltözik, az első nap körülnéz, és két napon belül kész van a fészek, és már benn vannak a tojások. Most akkor nagyon sok ember azt mondja, hú, hát most ezt már tényleg nem dobom innen ki. hát ott vannak azok a kis galambok, csak nem fogom őket elpusztítani, legalábbis a normálisabbak így gondolkodnak. Kártevők a ház környékén, szintén lakossági megkeresés indukálta a következő összeállításunkat. A különböző kártevők, rákcsálók jelenléte leginkább a családi házban élőket, vagy a hegyi birtok tulajdonosokat érintik, de sok esetben nincsenek tisztában az érintettek azzal, milyen eszközt vedhetnek be a kellemetlen jelenségek károkozások miatt. Házban és ház körül is előfordulnak kártevők, a szakboltokat is sok esetben keresik fel kérdéseikkel az emberek. több kérdés az egerek, aztán a patkányok, ugye csatorna patkányok, amik kijönnek az udvarra, akik állatokat tartanak, például nyuszit vagy baromfit, ott megjelentek a vándorpatkányok, aztán a nyestek is nagyon sok gondot okoznak, ugyanis ilyen családi házaknál a kocsiknak az olyan bemásznak, elrágják a vezetékeket. Egyébként a patkány is megcsinálja a nagyobb patkányok. Tehát most ezek a legégetőbb problémák, amik a földön, föld felett levő állatok. A föld alatti állatoknál pedig a vakond, azt nem mondják a földi kutya, bár az itt ezen a vidéken nem jellemző, nem, úgy, úgy tudjuk, hogy nincs, a kúszapocok, ami óriási károkat tesz, a földi egér, és vannak szintén földi patkányok, amik föld alatt élnek, nem csatorna patkányok, meg nem vándor patkányok. És ezek okozzák a legtöbb kérdést, panaszt, ezek ellen kell védekezni. Ahogy a gazda is említette, külön lehet választani a kártevőket föld alatti, illetve föld felettiekre. A kérdés továbbra is nyitott, hogyan lehet ellenük védekezni, szabad-e bármit tenni? Kezdjük az utóbbi fajtával. Nagyon sok méreg van, tehát vannak zselés, darabos mérgek, de viszont nagyon rafináltak ezek az állatok, főleg a patkányok. Tehát általában, hogyha valaki baromfittat és tápot ad, és tápot ad, akkor próbáljunk, mert azok lopkodnak belőle, próbáljunk olyan, olyan mérget venni, ami hasonló hozzájuk. Tehát ne zselís, mérget tapad, ahol több a nyuszi, a nyuszi táppal etetünk, baromfi, baromfitot, meg szemes táppal, szemes méreggel etetünk, ilyen korokozókat, ilyen patkányokat vagy egereket, elég baj, hogy ezeket a mérgeket, tehát minimalizálták, tehát levették felére, csökkentették a méreg hatóanyag tartalmát, többet kell nekik megenni, mint amit eddig évekkel ezelőtt, tehát az idejében jelent meg ez a csökkentett hatóanyag tartalom, de jó izen elfogyasszák, de viszont nagyon nehezen döglenek, mégis ez is sok panasszal jár hogy hetekig, sőt egy hónapig nem döglik meg, már nem tud annyit tenni. tehát kilópest per test tömegre vannak ezek kiszámolva, és nem győzik a az menni nekik, hogy egy nagyobb ilyen létszámú csapatot kítsanak. Tehát nagyon sokba kerül, és meg is értem én, hogy... Sok a panasz. Beszélgetésünk során muszáj volt kitérni azokra a kártevőkre, amelyek ellen gyakorlatilag nem lehet tenni semmit, hiszen védett állatok. A pölel, itt városban nem igen van, inkább a hegyekben, ilyen kis nyaralókba fordul előpadláson. Szerintünk a nyást, ami nagy gondokat okoz, bármilyen kis lyukon bemegy, de viszont a nyást pedig megfogja az egeret, madarokat, tojásokat keres, elég sok gondot okoz, mert nagyon nagy a padláson szinte, szinte dübörög. Játszanak, meg összeburogatnak mindent, de védett állat védett állat, úgyhogy ennek, ennek a védel, ennek a méreg nincs, amivel ki tudjuk, hanem ilyen csapdák vannak, amivel csapdázni lehet, de ezt be kell jelenteni. Tehát nem olyan, hogy megveszek egy csapdát, és felteszem a padlásra, és megfogom a Nem, azt be kell jelenteni az állatvédőknek, hogy én szeretném azt élvefogóval fogóval megfogni, és ők elszállítják, nem tudom, 20-30 kilométerre, vagy a kedves eh, kuncsap megfogja, és akkor elviszi valami erdőbe, és ott elengedi. Tehát nem Riasztó módszer a például nincsen? Ö, van egy vadriasztónk, ami be van itt adva, egy kis zacskó, valami kis, nem tudom, mik látnak, egy salag vagy valami darabok, amik be vannak itadva ö, ilyen vadriasztó szerekkel. Tehát két-három hónapi rettenetes büdös, na de viszont, hogyha feldobjuk a padlásra, vagy a kocsink alá tesszük, az nekünk is kegyetlen szaga van, nekünk is borzalmas. Ö, és ha az padlásról meg lejön a szag valami miatt, akkor mi se tudunk megmaradni, de viszont a nyestet 100 százalékban legalább két-három hónapig. Innentől pedig térjünk át a föld alatti kártevőkre, amelyek szintén sok bosszúságot tudnak okozni, a védekezés módja pedig nem minden esetben hatékony, illetve nem megengedett. A vevők úgy jönnek be hozzánk, hogy földi kutya van. Mindenki földi kutyázik. Földi kutya ezen a területen nem igen van. A földi kutya az egy vak állat, akkor a mindegy nagyobb patkány, farka sincs, viszont gyönyörű szép nagy fogai vannak, mivel a fogával ás. Tehát nem a lábaivalás, mint a vakont, hanem a fogávalás, a lyukját, annak, ha, fe, ha esetleg fe, ne, nem jön föl a fedé, föld felszínére. Nagyon ritkán, amikor, amikor úgy kicsik kikelnek, felnőnek, akkor esetleg valami új területet néznek akkor abba az éjjelbe, és akkor úgy hódítgatják el a területeket. De viszont Hogyha, hogyha a földi kutyára gyanakszunk, akkor a legelső az, hogy feltúrja a földet. Tehát ha megé, nagyon jó szaglása van, és ha feltúrja a földet, ugye a vakond az, az a giliszták, meg különböző rovarok után megy, és a növényeket nem bántja. Tehát elburulnak a növények a kiskertünkbe, de viszont nem bántja. Ellentétben a földi kutyával az nem rovarokat, hanem növényeket eszik, gumókat keres, és amikor van egy ilyen kis kupac, tehát ilyen föltült kupac, akkor eltűnnek a sárgarépát lehúzza, a zöldséget lehúzza, a hagymát, mivel a hagymát kegyetlenül szereti. Tehát ilyen nagyobb hagymákat. Próbáljuk ki, hogy ültessünk hagymát több felé, aki nem is ültett hagymát, egy-két hagymát rakjon el, mert ha eltűnik a hagyma, akkor biztos, hogy földi kutyánk van. Tehát jön egy kis kupac, eltűnnek a hagymák, az legelőször is a hagymát keresi, azaz mindene neki. Utána sárgarépát, különböző burgonyát, stb. stb., stb. hogyha azok rátalál, akkor pillanatok alatt megeszi. Tehát ö, nagyfugai vannak, az, ö, az eltünteti a növényeinket. De ellentétben az, hogy van, ugye burgonyán találunk rágásokat, kis rágásokat. Akárki is eszi, csak a helye marad meg. Az nem földi kutya, az kószapocok. A kószapocok körülbelül egy tízcentis kis ö, állatka, pici farka, kis bundás, annak körülbelül mind a 200 forintos olyan lyukak vannak a föld tehát sűrűn vannak a lyukak az is nagyon ritkán jön föl tehát a cicák nehezen kapják el bérgezni lehet az nem védett állat az is nagy károkat okoz óriási károkat okoz ugyanis aki ültetnek gyümölcsfákat és rátalál a gyökerét teljesen megeszi egy dardát hagy csak mindegy Hegyes dárda. Rátalál a burgonyasorra, a zöldségsorra, de az nem húzza le, tehát nem viszi magával abban a nagy üregbe, hanem megrágja. Tehát akár félig, akár mondjuk meghagyja a héját. Tehát, és hogyha találunk ilyen nagyobb, ilyen, ilyen 10-15 centi átmérőjű járatot, akkor az földi kutya. Ritka, de lehet, hogy előfordul. Be. Szerintem nem sokan láttak földi kutyát. Összegezzük az utóbbiakkal kapcsolatban a védekezési mechanizmust. Azt tudjuk, hogy a vakond védett. Ellene nem csinálhatunk semmit. Most a kószapocokkal kapcsolatban volt szó arról, hogy mérgezhető. Földi kutya ellen mit tehetünk? Földi kutyának az eszme értéke nem is tudják sokan egy millió forint arra nagyon vigyázni kell, és ott találunk az be kell jelenteni vagy az állatvédőknél, akik továbbítják. A, nem is tudom, hogy kik felügyel alatt van ez, de ilyen természetvédők, azt hiszem, hogy azok fognak kijönni, és élő megfogják és eltelepítik. Tehát a legtöbb van a dél délhatár mellett, nálunk a délvel a Pécs környékén, arra a szerb határ környékén, arra van itt a közelbe legtöbb. Tehát nagyon vigyázunk rá, mert tényleg, hogy egy millió forint az eszmei értéke, és szigorúan, hogyha valaki megfogja agyonüté, és tudnak róla, szigorúan behatják az egy millió forintot. És ez a lényegben... Éled az erdő olyannyira, hogy nem csak a rügyek pattannak ki, és akkor a tavaszi virágok bújnak elő, az erdő lassan kínálja a csemegéit is. A gombák szerelmesei már kutakodnak az avarban, és megjelent a medvehagyma is. Természet valóban ébred. A gyűjthető dolgok közül most már a medvehagyma megjelent van. Egy-két gomba is, de nagyon kevés, a Osztrák csésze gombából néhány példányt találtam, de más ö, olyan gyűjthető fajt, ami, amit érdemes elfogyasztani, olyat még nem találtam. Mire készíthetjük fel a gombák szerelmeseit, melyek azok a fajták, a korai fajták, az osztrák csészegomban kívül, amik hamarosan azért megjelennek, hogyha az odafigyelő szem helyesen kutakodik. Ilyenkor már megszokott jelenni a kucsmagombáknak egy része, a cseh kucsmagomba, ízletes kucsmagomba, talán kellene neki egy kis eső, nem tudom, a talaj nedves, de még még nem találtam ezekből a fajokból. És hát aztán majd hamarosan már az egyéb fajok is, ugye a korai, korán termő gombák közül több is megjelenik, majd a, a májusi pereszke, aztán a kucsmagombáknak a többi faja reméljük, hogy lesz egy kis eső, és akkor bővebb lesz a választék. A gomba szezon beindulásával, illetve közelettével egy időben fel kell hívni minden esztendőben az értekeltek figyelmét arra, hogy a saját maguk által gyűjtött gombát mindenképpen vizsgáltassák be. A gyűjtés is maga is szabályozva van, ugye a gyűjtés kizárólag állami erdőben lehet engedély nélkül, napi szükségletnek megfelelő két kiló gomba. 2 kiló vagy gyümölcs, vagy 2 kiló gyógynövény. Hát ugye gyümölcsöket ilyenkor még nem nagyon találunk, tehát az most nem téma, de a gyógynövények közül például a medvehagyma az gyűjthető. Itt is majd meglátjuk, hogy most már szépen hajtanak. A medvehagymának a levelét gyűjtjük, ugye abban abba van a, az igazi Gyógyhatású tartalom, a hagymáját azt nem gyűjtjük, vagy nem szabad gyűjteni, a helyben kell hagyni, és a leveleknek is csak egy részét szabad szedni ahhoz, hogy, hogy élve élve át vészelje ezt a megpróbáltatást a növény. Milyen tapasztalat járják már az erdőt? Igen, hát most is találkoztunk néhány emberkével, ugye sokan szeretik, egyre nagyobb divat a medvehagyma, de aztán hamarosan már egyéb olyan növények is megjelennek majd, amit, amit már néhányan gyűjtenek. A medvehagyma az Amarilis családjába tartozó faj. Nevét állítólag arról kapta, hogy a barna medvék előszeretettel fogyasztják terméseit, és még a föld alól is gyakran kiássák. De hasonlóképp kedvelik a vaddisznók is. Évelő növény. A nedves, árnyas erdőkben érzi jól magát, az enyhén savas talajt kedveli. Erősen foghagymaidlatú levelei kora tavasszal jelennek meg, és a nyár közepére elszáradnak. Április, májusban virágzik. Hazánkban főleg a gyertyános, tölgyes vagy bükkös erdők ajnövényzetében nő tömegesen. Március elejétől már látható hajtásai vannak. Levelei tavasszal, a virágzás előtt szedik, és frissen használják fel, mert szárítva gyógyhatásuk gyengül. De a gyűjtéskor fontos az óvatosság. A gyöngyvirág hasonlít a medvehagymához, bár nem teljes, általában nem teljesen egy helyen szoktak ö, megjelenni, de előfordul, hogy keveredik közéje, és hát a, a gyöngyvirág az halálosan mérgező toxinokat tartalmaz, tehát vigyázni, figyelni kell, meg kell ismerni ezt is. És hát a gombára még visszatérő, hogy a gombát pedig a saját fogyasztásra el lehet fogyasztani vizsgát nélkül, de értékesíteni vagy másnak odaadni az csak gombaszak ellenőri ellenőrzés után. Gál Sándor az erdőn kívül a konyhában is otthonosan mozog. Az a erdő ZRT színeiben számos gasztronómiai versenyen vett részt kollégáival. Így egyértelműen a medvehagyma felhasználásával kapcsolatban is tudott tanácsot adni. Nagyon sokrétűen felhasználható, elsősorban a salátákba ajánlom én, különböző hideg tálakhoz, salátákba belekeverve, aztán nagyon jó leves készíthető belőle, akár krémleves vagy egyéb leveseket lehet vele ízesíteni, és hát sok olyan tésztaféle is van, amiben szívesen daraboljuk bele a medvehagymát ilyen pogácsákba, sajtos süteményekbe. De nagyon sok rétű egyébként a felhasználási lehetősége, akár meleg ételek készítésénél is a fokhagyma pótlására fel lehet használni. A műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, a mi portánk legközelebb két hét múlva várja Önöket. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion